Sok szeretettel köszöntök mindenkit, szevasztok, én Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek. Kivételes nap a mai, több szempontból is, mindjárt gyorsan el fogom mondani. Még azért ellenőrzök pár dolgot, mikrofon működik, neked menned kell edzeni. Hát akkor jó edzést kívánok, én itt leszek most még egy darabig. Ugyanis, ahogyan látjátok, most először egy Tipmix Pro Chego Masters, illetve a Challenger Stage-ből fogok nektek közvetíteni egy mérkőzést. A Paraszt Peak a Mix Saints ellen fog játszani. Hát ebből ugye még nem találtátok ki, hogy melyik csapat melyik lehet. Igazából én is csak az egyiket ismerem úgy félig meddig, abból is leginkább ugye Bazsit, akit már korábbi streamekben láthattatok, ő a Paraszt Peakben fog játszani, és azzal a kérdésre fordultak hozzám, hogy volna-e lehetőség arra, illetve volna-e kedvem streamelni a meccsüket, és hát én örömmel elfogadtam, úgyhogy elvileg eveg lesz, illetve most már látom a matchroomot, még az IP-t egyelőre nem, nem csináltam még TMP-set, ráadásul ez BO3 lesz, és előre bocsátanám, hogy este 8 órától, ha minden igaz, de még gyorsan ránézek Zsombiék mérkőzésére, ugye este 8-tól pedig, tehát most nagyon összetorlódnak itt a dolgok, így van, 8-tól pedig az Illés Akadémia Spirit fog játszani a Reveal Academy ellen, és hát bocsánat Bazsi, de most mondom azt így előre meg utólag, tehát ha vissza fogja valaki nézni, vagy az élőadás nézőinek, hogy hát Bazsi azt mondja, bár nem volt túl optimista, hogy ez gyors 2-0 lesz, valamelyik csapat javára, hát ő mondta is, hogy melyikére, de ezt én most nem tolmácsolnám, tele volt optimizmussal, az a lényeg, úgyhogy 2-0, úgyhogy elvileg azért 8-ig, hogyha 6-kor elkezdik, akkor 8-ig bele fog férni, de ha nem, akkor mindenképpen Zsombiék meccsére fogok majd átvenni előtte, úgyhogy hát reméljük, hogy gyors 2-0 az ő javukra, és akkor utána mindenféle gond nélkül tudunk átmenni az SEA a mérkőzésre, ugye az Illés Akadémia level, amin lesz majd egy hatalmas egy újítás, de ebben még nem megyek most akkor bele, illetve hát még talán van annyi időm. Az újítás egyrészt már ezen a meccsen is a radar lesz majd, amit a bal felső sorokban fogtok látni. Sokkal jobb, sokkal beszédesebb radarról lesz szó. Automatikusan zoomolni fog majd bizonyos játékosokra, hogyha már csak adott területen van valamilyen esemény, de sokkal interaktívabb lesz a radar. Ez amúgy az én munkámat is segíteni fogja. Illetve, hát ami aztán a következő mérkőzésen lesz, illetve az SEA mérkőzésen, az pedig egyenesen, tehát lassan az már tényleg úgy fog kinézni, most nem azért, nem akarom magam fényezni, mert tettem bele az én munkát. Zsombi küldött át, ők voltak fotózáson, ugye az Illés Akadémia az egy profi csapat Magyarországon, mint ahogyan a Honvéd vagy a Békés Csabai, az Ipon, stb. És küldtek, ők voltak fotózáson, úgyhogy van már ilyen rendes pólóban, egyenpólóban ez az átkulcsolva a kar fotó, mindenki szigorú arccal, és azok a képek lesznek majd, és már tényleg félig meddig, hát az enemi csapat én nem, mert nyilván azt nem tudom elkérni, meg nem is érdekel annyira, de Zsombiék csapata nagyon profin fog kinézni, úgyhogy én az én részemről, az én oldalról mindent megteszek azért, hogy nekik aztán tényleg a lehető legjobb legyen, hát most már csak nekik kell hozzátenni a maradék 98%-ot is legyőzni a soron következő ellenfelet. Na, és ha már az ellenfélnél tartunk, akkor nézzük is meg gyorsan, hogy a Paraszt Peaknek, ugye ez fészites esemény, illetve onnan próbáltam meg így információt gyűjteni. Remélem elnézitek nekem, hogy azért a Paraszt Peaknek, illetve az enemynek a múltját annyira nem, hát ha Zsombiékét is csak úgy félig meddig, köszönhetően annak, hogy már az idei SEA idényüket, illetve az elmúlt idénynek az utolsó pár meccsét is én mutattam nektek, emiatt már egy picit nagyobb rálátásom van az ő eredményeikre. Na de ettől függetlenül vissza a Paraszt Peakhez. Szóval egészen jó utolsó 10 mérkőzésük volt, ugyanis azt láthatjuk, hogy volt 5 győzelem, 5 vereség, tehát ez eléggé felemás, de az utóbbi a Cyber Nation ellen 16-12-re. Csak a Raffan. Igen, és hát a Raffant is amúgy egyszer elverték, de azért ott volt 2 vereség is még korábban. Szóval vegyes. Itt lehet, hogy olyan eredmények vannak, illetve úgy látszik, hogy kétszer egymás után, de valójában ezek például a következőnél, tehát a mai ellenfélnél fogjuk azt látni, hogy, és akkor mutatom is, a Mix Saintsnél, tehát itt ugye a Raffan ellen van 3, de ez nem 3 egymást, tehát 3-tól különböző meccs, hanem egy mérkőzés, ugye ez 2-1-es BO3-as mérkőzés volt. Csak ugye a Faceit az külön pályánként írta ki az eredményt, ami végül is valahol jó, mert így nekünk az a lényeg, hogy egymás ellen tulajdonképpen milyen 2-re vertük őket? Itt TMP. Ja, itt TMP, tehát nem tudom. Szóval... Ja, Unibet. Igen, sokféle van, én nem az Unibetet nem követem. Igazából ez sem nagyon, most Bazsék megkértek rá, és gyorsan próbáltam, amit ma tudtam így félig meddig így délutáni munka mellett egy picit összedobni, leszedni Faceitről.
készülni azért valamennyire a csapatokból, úgyhogy ha valaki, valami kimaradna, valaki kimaradna, azért elnézést kérek. És nézzük meg azért még azt is, hogy a Parasztvik, illetve a Mick Saints-nek a pálya statisztikáit. Hát a Parasztvik amúgy Vertigón a legjobb, 3 mérkőzésből 2 győzelem, 67%, bár sokkal nagyobb az arány, ugye a 11 mérkőzés, illetve a 14, hát Inferno nagyon nem megy sajnos nekik, de mondhatom a Mirást is, meg a Nyúkot is, bár ott azért kevesebb mérkőzés volt, de ha az Infit nézzük, akkor azért 14 meccsből 4 megnyert mérkőzés az nem túl sok. Ellenben azért a Mick Saints-nél egész jók mondjuk a ráták, bár ott egyik magból sincsen sok lejátszott mérkőzés, ennek megfelelően a Mirage és a Nyúk lett amúgy a 100%-os, de az 2, illetve 1 meccsből, tehát abból mondjuk nem nehéz. Viszont ha ugyanúgy az Infit nézzük, akkor azért 7-ből 2 az szintén nem egy veretes, úgyhogy érdekes mérkőzésnek nézünk elébe, és nem tudom, hogy pontosan milyen pályák lesznek, én azért így közben félig meddig próbálok. Lineup is being finalized, elvileg azért elfrissítek. Azt sem tudom, elvileg nekem is meg fog jelenni majd a Spectator, ha nem, akkor majd ráírok Bazsira, hogy küldjenek egyet. Nem prób. Igen, 6-kor kezdenek elvileg, így van. Ó, Mirage, Anubis, Inferno. Az nagyon jó, mert igazából mind a háromra van. És Mirage-ra kezdünk, Time to Connect. Hát, Bazsi, van egy olyan... Akkor ezt ráírok gyorsan. Hogy nincsen spektét, szerintem küld majd egy linket, és akkor rá tudok menni. Legalábbis nagyon remélem, hogy rá tudok menni, ha nem, akkor... akkor este 8-ig nem tudom, Star Wars Jedi-ozunk, pedig készültem sokat, ahogy láthatjátok itt a különböző statisztikákkal. Addig még akkor, ami a Bazsi válaszolt. Na, most akkor megnyitom még egyszer. Egy kis türelmet kérnék, átküldtem még egyszer a meccsnek a linkjét. De hát pedig szerintem jó linket néztem. Köszönöm szépen a követést Tischlernek. Hali-hali. Ja, ide nem raktam ki véletlenül az izét. Jó, itt a Cségó meccseken, közvetítéseken nem is fogok ilyen, tehát magát az animációt nem rakom ki, mert azért mégiscsak. És Fula Ibrévnek is köszönöm szépen a követést. Na! Igen, még van idő. Jó, hát elvileg connect és oda kell, hogy bedobjon. Hát akkor ezt így kimásoljuk. Reakció, mi ez? Én nem tudom kimásolni, haló. De, most sikerült. Na jó, hát akkor nézzük is. Uha, jaj, köszönöm szépen a követést Zayernek, illetve Ronnie Csének is. Hali-hali, üdvözlök mindenkit. Egy kis türelmet kérnék szépen. Kaptam egy IP-t Bazsitól. Hát most mindjárt megnézzük, és kiderül. Most ugrik a májam a vízbe, és kiderül, hogy egyetlen tudom-e közvetíteni ezt, mert ugye én elküldtem a Cségó Masters szervezőinek a szükséges formanyomtatványt, űrlapot kitöltve, hogy szeretnék közvetíteni, de nem érkezett rá válasz. Mondták, hogy jaj, de hát GoTV-ből így meg amúgy lehet. Na nézzük. Azt mondja, hogy... Miért nem? Ne. 109... Igen, és... Na nézzük, hogy spektátorba fog-e dobni. Ha igen, akkor már indítom is, illetve kapcsolunk is akkor a pályára. A Mirást viszont már látom, úgyhogy ez egy jó jel. Na nézzük, spektátorba vagyok? Hát elvileg ott vagyok. Ronit látom egyedül a szerveren, a tűrőbajos. Nem ezek a mapok? Ja, jó. De nem dobod be, tehát valószínű akkor spektátorban vagyok. Ugye? Mondjátok, hogy spektátorban vagyok. Na, mindegy. Akkor addig még azért, de most már legalább itt vagyok a szerveren, úgyhogy Bazsi is itt van. Jó helyen vagyok. Na, nagyon jó. Na, addig még akkor gyorsan egy, elvileg ma lesz replay is, ha minden igaz, sőt, még plusz játék elemek is bekerültek, ezeket majd szerintem észre fogjátok venni.
nem biztos, hogy a replay ez úgy fog működni, ahogy akartam, de majd ez kiderül. Úgyhogy azért rendezést kérek előre is. Szóval, hát igazából még a tip bemelegítés, még tart a bemelegítés. Jó, hát még a csapatok gyülekeznek, úgyhogy akkor addig még magának a Tipix Pro-nak a formátumával is készültem egy picit. Szóval, ugye korábban már áprilisban elkezdődött a nyílt kvalifikáció, ugye ez két alkalmas volt, ugye ebből kikerült a két top 4-es csapat egy zárt kvalifikációban, melyet követett az alapszakasz, ami ugye most amúgy tart a Masters stage-en, illetve a Masters szakaszon. És ugye vannak a challengerek, azaz most jelenleg ugye Bazsijék, illetve a Mix Saints csapata, szintén, ha jól tudom, egy kis 8 csapatról van szó. Ők tulajdonképpen ugyanúgy játszanak, mint ahogy a Mastersben. Mastersnál kicsit másabb ugye a díjazás, illetve másabbak a nyeremények, de azért itt is van pénznyeremény. Igaz, nem olyan sok, mint a Mastersnál, de legalább azok, akik az alapszakaszból nem jutottak tovább a rájátszásra, azok, illetve nem jutottak be az alapszakaszba, bocsánat, tehát a Mastersbe, azok a Challengerben folytathatták, most egy ilyen mérkőzés fog következni. És hát ugye, hogyha megnézzük akkor a tavaszi részét, ugye láthatjátok a Mastersnál, ott, hát igen, ott azért eléggé... Jaj, most miért nyom ilyet a... Jaj, lehet, hogy ezt nem akartam volna megnyomni, de mindegy. Kis türelme, igen, itt vagyok. Szóval a tavaszi szezonban, illetve részén már alapból minden bejutott csapat kap 100 000 forintot, valamint ugye a harmadik helyezett 150 000 forinttal gazdagodik, a második 300 000 és az első helyezett pedig 750 000 forint, illetve ugye lehetősége lesz az ESL Pro 18. szezonjának a pre-qualification-jén, vagy tehát valami előkvalifikációs körbe jutni, illetve oda jutnak be, és ott tudnak majd. Hát bízunk benne, hogy több sikerrel, mint mondjuk az elmúlt években. Szívesen látnék amúgy ott magyar csapatot is. És a tavaszi szezonját, ami pedig a Challengersnek illeti, az pedig, hát ugye az első helyért jár 150 000 forint, második 100, és a harmadik hely pedig szintén, nem szintén, hanem az pedig 50 000 forinttal gazdagolik. Úgyhogy hát nyilván láthatjátok azért összességében alacsonyabb, illetve nem akkora rátája. De azért így sem babra megy a játék, mondhatjuk így, úgyhogy újra fogtok bannolni, mert nem bannoltunk, úgy lett 3 napra. Ja, értem, oké, tehát akkor ne... jó, oké. Tehát akkor nem mirázs lesz, jó, semmi gond, akkor én még egy picit... egy kis... egy beállítást még akkor gyorsan átnézek, még mielőtt átmegyünk a... most még közben zombi is írt, Messengeren... Viccel. Mit viccel? Ja? Ja, más. Jó, oké. Szóval, egyelőre akkor még nem tudjuk, hogy milyen pályák fognak következni, viszont... Na jó. Tehát, ja, közben nem mondom azért még egyszer a később érkezetteknek, hogy most bannolnak. Köszönjük szépen a live, az up-to-date információt Bazsinak, aki közben itt van a chatel is, nézni fogja önmagát, és közben még játszani is fog. Milyen sok oldalú személyiség. Szóval, a lényeg az, hogy ezt most akkor Bazsi is fogja hallani, mivel este 8-kor kezdődik Zsombéknak az ESEA, a soron következő ESEA mérkőzése, este 8 óra előtt mindenképpen át fogok oda kapcsolni, ugye alapvetően ez az ESEA mérkőzések voltak betervezve, illetve most éppen úgy jött ki a lépés. Én nagyon remélem, hogy azért a közeljövőben nem lesznek ilyen ütközések, és lesz majd lehetőség. Ugye alapból úgy tudom, hogy kedd és csütörtök talán az ESEA meccseknek a játszása, meg gondolom a Tipmix Pro az amúgy is korábban véget ér, meg később kezdődött, tehát hogy az egy rövidebb szezon, ha minden igaz, bár hogyha úgy vesszük, akkor ugye 8 csapat, az ugye 7 mérkőzés, azért az ESEA-ban ennek a kétszeresét játsszák ugye a srácok, tehát mindenképpen rövidebb, hogyha jól matekolok, illetve hogyha jól sejtem. Ez micsoda? Ja, hogy... ja, értem. Tehát akkor innen most kilépek. Jó, kilépünk a főmenübe. Jó, akkor becsatlakozom egy másik mérkőzésbe, mert közben... Na, megy itt a variálás, nem megy ez annyira egyszerűen. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha lenne egy egész stábom, és akkor itt menne közben automatikusan a váltogatás, de most ezt nekem kézzel két bepötyörésznem. No, nézzük. Hát valahova kapcsolódik, az már oké. Ez egy jó jel.
Még ugye annyit elmondanék, hogy az újításokról, tehát a radart figyeljétek, az egy nagyon menő lett szerintem, nem az alapradar, a radar, a hádot akartam utána mondani, csak a hád és a radar szót így kicsit már összegedett, tehát nem az a radar és a hád lesz, hanem a hád az már ugye régebb óta egy custom, viszont most egy a Tipmix Pro versenyre is, hát nyilván a Tipmix Pro-s megjelenés, próbáltam színvilágot kölcsönözni neki, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog, illetve a radar is, ami majd ugyanúgy lesz Zsombiék mérkőzésén. Illetve, ha minden igaz, akkor a körvégi replayek mellett lesznek kör elejé ilyen kis átvezetők, különböző movementek, amiket ugye nagyobb mérkőzéseken már megszokhattatok, vagy láthattatok. Elvileg eddig csak 3-4 pályára csináltam meg, Anubis, Ancient, Inferno és Mirage, úgyhogy ha ezek közül a három pálya közül lesz valamelyik, akkor... connection failed. Akkor várjál, akkor ez még nem jó, most azt mondja, hogy connection failed. Hát az utolsóhoz próbálok csatlakozni, amit küldtem, illetve amit Vasi küldött. Jaj, bocsánat, nem, ja, jó, oké, nem, az elsőhöz kellett volna, ha nem jó, akkor jó. Persze, hát alulról olvasok, ugye fölfele, hát mondom, hát akkor a legutolsó IP-re, de nem a legutolsóra kellett volna mennem, úgyhogy egy kicsit akkor még várunk. Szerintem még azért olyan gyorsan nem gyűltek össze a csapatok, úgyhogy... Jaj, úgyhogy sajnos meg kell várnom, amíg diszkonnektál a 30 retry után. Jó, közben azért elindítom ugye a replayünk az fut. Az overlayünk. Az a Tipmix Pro-s lesz, így van. No. Ha, ez lehet, hogy már bíztatóbb. Igen. Szerver információ lekérése, nagyon jó. Nem, Inferno-ra megyünk elvileg. Akkor az jó lesz? Nagyon jó. Hát akkor még egy kis türelmet gyorsan beírom a... Inferno, Ancient és Overpass, köszönöm szépen az információt. Szerintem akkor nézzünk is rá, hogy ellenőrizzük, hogy működik-e a játék. És megjelent, nagyon jó. Fantasztikus. Játékhang is van elvileg, a csapatok is már igazából itt is vannak. Úgyhogy... Jaj, a radar. Igen, azt még nem indítottam el. Mindjárt. No, egy sokkal jobb radarunk van. Hát, amin én is azért kicsit jobban fogok tudni tájékozódni, ugyanis ez a radar, ez annyira jó. Nagyon zseniális. Valamint látjátok, ezért gyorsan így elmondanám, hogy ezen ugye a játékosoknak a mozgását nyilván értelemszerűen ugyanúgy fogja mindenki látni, de ezen a radaron, ez egy továbbfejlesztett, szerintem jó kontrasztos a radar, jobban lehet látni a buyzone-okat, amikor vásárlási idő van, ugye most még a bemelegítésnél még ott zöldelik ugye mind a CT, mind pedig a T kezdő.
Viszont, hát kicsiben nem biztos, hogy annyira látszódik most így, bár ha valaki monitoron nézi, akkor talán azért ott kivehető. Látszódni fog az, hogy éppen melyik játékos milyen utility-t dob ki, az is látszódik, hogy ha éppen valamilyen akció van, akkor ugye folyamatosan, tehát egy ilyen kis lövöldözést, illetve leszedést, azt is láthatjuk majd rajta, hogy melyik játékos van kivakítva, a utility-nek a pozícióját, illetve az eldobását is fogjuk de animáltan látni ezen a radaron. Ez az én dolgomat mindenképpen megkönnyebíti, de szerintem nektek is élvezetesebb, illetve élvezhetőbb lesz itt a dolog. Csak azt nem értem, hogy amúgy miért nem a... Jaj, közben akkor pillanat, átállítom itt mindjárt a... Köszönöm szépen a követést, Kiria 7331. Ja igen, mert nem állítottam át a hádnak a nevét. Másolás. Akkor ezt gyorsan intézem is. Közben ugye a késerés elindult. Ezt még annyira igazából nem is kell közvetíteni. Na nézzük, 1v2, és amíg Saints nyeri a késkört a Paraspeak ellen. Hát valószínű, hogy akkor csere fog következni. A hádot mindjárt átállítom, mert a így is van. Mozsék kezdenek, akkor ugye terrorista oldalon. No, egy fél pillanat. Így is van. Bocsánat, ezt az egy dolgot elfelejtettem a stream előtt átállítani. Na, de most már akkor koncentrálunk a mérkőzésre. Mix Saints Paraspeak, Mix Saints kezdte az oldalt, illetve a CT oldalon. No, ment egy közben egy CT füst a T oldalról, de már Second Midden, illetve Midden rohannak föl. A terroristák érkezik egy flash, NRB közben indul long felé. Érdekes lesz, egy long kerítő, közben ketten már Sighton vannak, érkeznek be. Gyorsan 3v2 alakul ki, és hát ha minden igaz, akkor a két CT így van, Tischler, illetve Ronnie pedig midről fognak érkezni. Megy egy flash side fölé, Tischler be is tolja, Balniának meg is van az első, Ronnie-nak meg volt Cody, ha NRB, és 1v1 alakul ki, na vajon róla megvan az információ, és megvan Balniának, lehozza. Nagyon szép két killel. Hát az első kört, a pisztolyos kört, akkor a Paraspeak nyerte. És nézzük is a vásárlást. Akkor a Paraspeak oldalán érkezik kettő Galil, meg 10, és három darab meg 10. A másik oldalon pedig Force kört fogunk látni. Ketten mennek B-site-ról, a másik három CD pedig kettő longon, illetve egy apiban. Apira kiment egy molotov, érkeznek a füstök, illetve a nédek midre. A CT-k elfüstölik egyből midet, úgyhogy most egy kicsit meg fog akadni a támadást. De közben azért a CT-k eléggé közel mentek már banánban a molotovhoz. Na nézzük, Cody rájuk píkel, illetve NRB is. Azt be fog találni, NRB-nek megvan a nyitó. Megölte Ronit, de ott van még Tischler. Közben amúgy szépen lassan, látjuk a térképen, Galater amúgy már apiban érkezik, Boilerben ráadásul, és a longot, a két longon lévő játékost, Fulai, Brave-et, illetve Jobbi, ha jól említem, vagy Jobbi, gondolom az egy az egy ilyen akar lenni, Jobb egy. Na segítsetek, hogyha ha rosszul mondanál a nevét. Minden nem, de közben NRB-nek megvan Tischler is B-ről, úgyhogy így most már egyből forog is a bomba, nagy sebességgel indulnak, de még azért lörkölni ott marad Galater is, Midden. Hát és mire azért, és még nem rotálnak a CT-k. A füst ugye az még ott van állt, tehát lehet, hogy még gyanítják, hogy ez talán áll ez, de most már az is elment, CT közben el van füstölve. Hárman ott vannak, most már négyen ott vannak Sighton, illetve négyen voltak eddig is, Galater pedig... Milyen most már érkezik visszafelé, és a CT-k pedig nem fognak rámenni. Fulai, Brave, Jobbi, nem tudom, hogy ezt az angolosan kéne mondani, mint a Jobbit, vagy na mindegy, és Krix, vagy Kredix, de gondolom Krix, azt én Krixnek fogom mondani, Jobbi, jó, akkor Jobbi.
Jobbi. Ja, Jobbi testvér. Van Bali, meg Jobbi. Húha, na jó, ez gyenge. Megvan akkor a második kör is a paraszt Peaknek. A bomba robbant. A Force kör pedig hát így végül is félig meddig azért bejött, mert csak kettő fegyver esett el. De most ebben a körben nem fognak vásárolni a CT-k, illetve a maradék CT játékos, míg a túloldalon, mivel azért ott is, ott csak ugye egy ember sem, nem, ott egy ember sem esett, bocsánat, marad a három darab, meg tíz, úgyhogy most a bankot tudják így építeni a fiúk. Na nézzük. Szintén ketten foglalnak ki Tischler és Ronnie foglalnak ki B-re, de egyből jön egy Molotov is, úgyhogy ott nem, Molotov mögé megy be Ronnie, és már nagyon közel van B-hez, de megvan Cody-nak, a meg tízzel lelőtte Ronit. Megvan ismét a nyitó közben, mert NRB-k érkeznek shorton. Na nézzük, Pete-ben bújik. Egy játékos van Api-ban, Jobbi. És ő még, hát ő még nem adta el a pozícióját, közben megy a plant, és hát headshotban pedig bújik, de még azt se tisztázták le közben. Megvan Galaternek Jobbi, na nézzük, hogy lebukik-e majd, nem hát most már lebukott Krix, Galater ölte. És mindig ő van egyedül, Fula Ibrév közben meghalt, Tischler, Bazsi szedte le, és végig is a legutolsó életben maradt CT játékos, aki végig ott volt tulajdonképpen Sighton, headshotban őt tudták utolsóként semlegesíteni a terroristák, úgyhogy 3-0 most már a paraszt Peaknek. Nagyon beindult a szekér, na de egészen eddig lehet, vagy nem, ki tudja, hiszen ugye érkezik a vásárlás a CT oldalon is. Tischler negevet akart venni? Én kérdezem a chatet, hogy ez valamilyen szokás, vagy ez egy misklik volt. Én az utóbbira tippelnék. A lényeg, hogy és Ronnie közben a nyitóval egyből kettőt elhúzkodik, és Balnyát NRB trade-el banánban. Na nézzük, ketten most így elindulnak banán felé, és hát Galater van szokás szerint azért minden, de három CT játékos van még mindig. Fulai, Jobbi, illetve Krix van, és egy B-védővel szemben, most hármasan egybe egy Molotov, és még mindig nem forognak amúgy a Mix Saints játékosai. Pedig hát, hogyha most érkezne egy call, hogy mehetne a bombával, ugye a bombával Galaterál, hát még éppenséggel ugye a rámpának a legalján, most a farakáshoz behúzódnak, fölkészülnek a... Érkezett egy flash, érkezik füstök, hát ez a füst az... Igen, a Tischler meglett végig is a negevvel, úgyhogy ő így hullott, és most a másik két játékos hát hullik kifele, illetve próbál érkezni CT kezdő felől, de az a füst az nem tudom, az oda akart-e menni. Na nézzük, hogy sikerül-e végül is 3v3-ban. A bomba az amúgy lekerül, banánból érkezik közben Fulai. Na nézzük, hogy számítanak-e rá, Bazsi közben letartja új utat, és megvan neki Jobbi, 3v2. Most már csak Fulai van, illetve Krix életben, Krix próbál ugyanúgy új útról érkezni. Na nézzük, hogy számítanak-e rá, közben Galaternek megvan Fulai. De így van, Krix Bazsit oldalba tudta lőni, ő valószínűleg nem számított rá, de hát 2v1-ben szerintem ezt így már nem fogja erőltetni. Igaz, hogy van Csipesz, de hát le fogják tartani, és Galaternek. Na nézzük, kinyeri az 1v1-et. Kis Krix! Krix lehozza mind a kettőt, úgyhogy hát ez fájdalmas vereség amúgy, igaz, hogy ő is hullik, úgyhogy mindenki meghalt ebben a körben. Tehát mindkét oldalnak mondjuk azt, hogy fájdalmas vereség, mert akartam mondani, hogy legalább egy fegyver így kihozásra kerül, tehát ki tudják hozni a CT oldalon az egyszem mentett M4-et, de végül is az sem, mert már nem csak HP volt Krixnek, és így meghalt a bombának a robbanásában. No de, hát akkor 4-0, de azért ugye a bank az még mindig jobban állt a T oldalon, most is nagyon jól állnak, fullos vásárlás, még az enemy oldalon ismételten Echo-ra kényszerülnek Tischlerék. Érkezik fölfel a Molotov, na nézzük, hogy Cody meg tud alkotni, jön még egy Molotov, megtudja egy kicsit a falat, és homoszákat nem tudja ellőni, közben ő már amúgy sebződött is, azért próbál a VP-vel valamit alkotni, de ez sem, hát most terroristák amúgy négyen is felálltak banára, és a lurk, na nézzük, egyedül Balni a lurkkel amúgy, és mögé itt megy már, üha, az mondjuk Jobbitól az eléggé veszélyes, mert ő letartja a hídról, ha minden igaz, Kodinak közben, és ott menne, nem, meg volt, de Api-ból tudott neki trédelni Fulai. Jó, hát így végül is megvan az információ, a bomba az tud menni B-re. Tudják, hogy az egyszem A-védő boilert kitolta, és hát végül is Balnia el tudta kapni már a hátba támadó Jobbit, úgyhogy hatalmas egy szerencsét, nem ott volt pontosan a kép sajnos, de
De annyit láthattunk, hogy elhúzta őt, viszont pont jókor érkezett ki Boilerből Fulai, Brave, és tudott trédelni. Hát 3v2-ben egy VP, illetve két AK ellen szerintem inkább menteni kéne azt az AK-t, de valószínű, hogy ezt is fogja tenni, sőt biztos, hogy ezt teszi Fulai Brave, úgyhogy haladunk az 5-0 felé nagy sebességgel. És megindulnak közben a terroristák. Na, az mondjuk egy eléggé... Hogy mondjuk, igen, nem mondom ki, hogy milyen pozíció. Nagyon fifikás pozíció. Kodit el is tudta lőni, de Bazsi jött a Tech Niner, és beúrta az utolsó kill-t is, úgyhogy 5-0. Póz még nem érkezett, illetve hát egy csapat se kért még szünetet. Pedig azért 5-0-ával elhúzni az már mondjuk eléggé tetemes, ugye? Már két fegyveres körön is túl vagyunk, érkezik közben a harmadik fegyveres kör a CT oldalról, míg a T oldalon nagyon szépen alakulnak a pénzek is, úgyhogy még egy körre, vagy hát még akár kettőre is még lehet esélye jó fegyvereket vásárolni a T oldalnak, a Paraszt Peaknek. Na nézzük, Ronny közben a Molotov, amint múlik, már jön is kifelé, jött a vakító, és megvan az első kill, NRB. És hát látta, hogy amúgy beugróban volt a másik játékosunk is, Cody, úgyhogy azzal vigyázni kell. És még mindig nem húzódik vissza. Flashrik, megvan Cody is, számított rá, illetve szerintem tudta is, hogy ott van, mert én úgy láttam, hogy látta őt. Hűha, lehet, hogy közben ennél is kérek, hogyha vannak droppok az adásban, a Vodafone ért mindig imádkozom, hogy működjön rendesen, úgyhogy sajnos a Telekom itt nem szolgáltat, ahol lakom, úgyhogy ezt az egyet sajnálom a költözésben, ahonnan eljöttem, ott Telekom Optika az nagyon-nagyon jó volt. Na de most nem arról beszélünk, vissza a pályára, egy szem B védőnk van Ronny személyében, és hát midre kimegy egy flash, illetve füst is, longot elfüstölik közben, illetve Molotov is érkezett, de Jobbi fönt van booston, longot tartja Fulai Brave, és hát még amúgy két Tischler, illetve Krix is amúgy az ászájtom vannak, úgyhogy ez mondjuk egy jó megérzés a CT, illetve T oldalról, Bazsi Balnia, illetve Galater részéről, hogy mennek. És amúgy még van utility-jük is. Kettő molotov, flashek, kettő füst is, tehát simán tudják molózni, és így van, meg is indulna. De közben már Fulai amúgy ott van longon, a longon CT kezdőn, ő megy is be csörcsbe, de ki van füstölve mind a kettő? Ronny itt bújik egyesnél, megvan az első, de ég közben a tűzben, illetve molóban Galaternek a molójában, ugye a pozícióját az AWP-s játékos, megtúrják. Új utat. Bazsi hullik, Kodiák, Verzosát Fixnek a lövéseire, és közben érkezik még Jobbi is. Hát ez 2v4-ben azért kisebb fajta bravúr lett volna lehozni. És hatástalanítják is most már a bombát is. Megvan az első köre a Mix Saintsnek, 5-1 ezzel. Jaj, közben, tényleg, miért nem mondjátok, hogy lehetne itt replayeket is nyomni, mert igyekszem majd a legszebb jeleneteket berakni. No. Hát ráfordulunk a 7. körre. Most már a vásárlása ugye mindkét csapatnak. Hát egyelőre még a T oldalnak is jó, bár azért még Bazsinak van némi tartalék pénze, ez a Balniának is, de a többiek azért majdnem nullára vásárolták magukat, úgyhogy ezt a kört hozniuk kell, hogyha nem akarnak a következőben ekózni. Érkezik egyből, molotov, a kettő molotov is banán végére, és közben Ronny is beleég egy picit. Cody is sebződött. Na nézzük, közben mid felé állnak fel a játékosok. Hiszem lőrkan NRB, és közben Fulai Brave-nek megvan füstön keresztül noscope-pal egy fejes. Hát azért az mondjuk nem volt semmi. Ezt elrakjuk replaybe. Teddel a szilveszteri műsor. Na jó, ez nem oda, ez mindenképp egy szép lövés kategóriába tartozik. Na nézzük Tischlert. Tartja, ott megvan neki a második is, Balnia is hullik. Ronnyval fogják B-t amúgy, banánnak a végén. És megint hárman maradnak, 3v5-ben a terroristánk. Itt most egy picit megakadt azért a gépezet a kezdeti lendület után, az 5-0 után. Hát nehéz lesz. Utility-k nagyon nincsenek, két smoke, flash meg egy molotov. És Fulai áttolt a füstöt, közben Ronny is leszedi Kodit, Bazsi tud trédelni. 1v3-ban marad, hát ezt ki kell, hogy mentse. Igaz, hogy nála van a bomba, de... Hűha, na, ott látja a fegyvercsövét. Nagyon szép volt! Hát ez is megy ismétlésbe, szerintem.
Na nézzük. 1v2, hát apjúval fog érkezni. Megvan neki a második is, 1v1-et alakít ki. És egy, a Tischler pedig B-site-ról rotál. Hűha. Azért ez nagyon komoly menetel, Bazsitól, hogyha le tudja hozni, ezt tud klácsolni mennyiről? 3v1 volt, 1v3 ugye, hogyha jól emlékszem. És már bele sem fog férni a replaybe, mert nincs annyi idő majd a replayt visszajátszani. De mindenképpen szép lövések voltak, nézzük, Tischler beáll a füstbe, megpróbálja fédelni. Bazsit pont el tudta lőni. Kilógott a kobakja a pitnek a lukán keresztül. Na, nézzük, hogy működik-e. Nem, persze, hogy nem működik. De miért nem működik ez a szar? Jó, hát akkor replay-en még mindig szórakozni fogok. Nem igazán akarja az OBS ezt a replay-es dolgot. Mindenesetre azért meg lesz a három mentés, de... meglátjuk majd a következő mérkőzésre, illetve nem az ezt követőre. Na, közben négyen érkeznek apival, ez api kiugró lesz, és egy Galater van egyedül Miden, és már jön is az api nagy sebességgel. Cody ugrik ki elsőnek, meg van Jobbinak, a két kill Bazsi is hullik. Krix lesz egy Galater, és a boostról NRB is hullott, Balnia még ott van füstben, Apin, azt is ő egyet tud elhúzni. Ez egy sima kör volt, 5-3-ra módosul ezzel az eredmény. Most megnézzük, hogy ez így működik-e. Ja, az igen, azt még nem tüntette el, mert... Jó, de legalább ez működik, csak egy parancsot még elfelejtettem berakni. Na, van ilyen is. Tessék, tőlem nektek. Ugye milyen jó? Hát tiszta eSport 1 TV, meg Blast, ESL, mit akartok? No, hát is közben érkeznek nagyon hamar, és gyorsan a két füst, illetve molotovok a CT oldalról B-lerakóra, Tischlertől, illetve Ronitól, ők vissza is mennek amúgy site-ra, és nagyon passzívan védik amúgy A-site-ot is. Ketten pedig följönnek már, NRB és Cody B banának a végében, miközben a másik három játékos bombával Bazsi, még redben van, illetve a másik két játékos pedig Second Miden, Balnia és Galater. Érkezik a füst is, illetve a molotovok is, úgyhogy megakadályozzák a B-támadást, nem tudnak följebb menni a srácok, de még nem érkezett be semmilyen utility. Igaz, hogy flashből van a legtöbb, meg még kettő darab füst. Balniától jön egy flash midre, és el is füstölik longot. Na nézzük, Galater elfüstölte, mi lesz ebből. Érkezik fel ára egy flash. Hát Shorton nem volt amúgy senki, és most megy ki kettő molotov is, apira is, illetve Shortra nem tudják, megakasztják ezzel a támadást, vissza is hátrálnak a terroristák, miközben még kényelmesen ücsörögnek a CT-k itt B-site-on. Hatosnál mind a ketten, ráadásul Tischler és Roni. És egyszerűen lőrkünk maradt Balni a személyében, aki longot tartja le, és full ébrév ránéz pont Shortról. Hát ez nagyon jó timing volt, úgyhogy megvan az első kill. És érkezik a B, de közben elég Tischlernek a moliában NRB, akinek meg volt rögtön Tischler, úgyhogy ezzel ölték egymást, és hatosnál esik még Roni is, Cody szedte le őt, 2v3, de hát Cody-nak alig van HP-ja, és nem fog visszanézni, de hallja, megvan Bazsinak az első kill, Krix 2v2, Bazsi hullott, úgyhogy hát 2v1, ez nagyon nehéz lesz, megvan az első, de nem tud válaszolni, full aivrave gyorsabb volt, illetve hát két irányból azért nehezebb lett volna. Nagyon szoros kör volt, nagyon sok fegyver esett amúgy el mindkét oldalon. Úgyhogy banképítés igazából még nagyon egyik oldalon sem, illetve hát ugye a lúzoknak köszönhetően volt ugye az első időben a Saintsnek, illetve most már azért 7000 környékén vannak hárman is, sőt majdnem négyen. De most ugye rá kell, hogy vegyék még a fegyvert, úgyhogy túl sok spórolni valójuk nem lesz, bőségesen tudnak most persze még venni, és az enemy oldalon pedig érkezik egy half-bike, 2000-ig vásárolták Bazsiék, 4 darab Techman-nel, illetve egy Desert-tel, és Bazsi egyből ki is vájdol midre, érkezik a Molotov, illetve egy Nade van ennek a végére. Na, és Galater, ott vannak a füstben, na, vajon sikerül valakinek hitelnie, hát full aivrave amúgy egy kicsit sebződött is, nem is annyira, kicsit 30 HP-t levettek az életéből, de hát tudtak trédelni, hát már majdnem fél HP-n van 3T játékos is. Oké, hogy Echo kör, de azért még igazából nagyon kontakt sem volt, és már fél HP-val mennek neki. Hát Tischler pixelen előtte Bazsit.
A második az nem lesz meg, és Cody tudott trédelni. Zsának be B-re, Roninak megvan az első Cody-től is. Hogyha bomba lekerül, az már egy nagyon jó NRB megvan. Ronin már 3 killnél tart. Na nézzük, hogy Balnia mit tud kezdeni, és misszel egyet, de megvan neki Roni. És érkezik közben 2 darab CT játékos. Mi volt az ott fönt? Valami ilyen kis hibát láttam. Kis glitchet. De közben Krix, mire ezt itt kimondom, meg ott elmélázom azon, hogy valami volt a játékban ott fölül. Már Krix hatástalanítja a bombát, és kiegyenlít a Mix Saints. 5-0-ról följöttek 5-5-re, úgyhogy hozott egy 5-ös kört. Éget volna, ha lenne ilyen animáció, akkor égne a tűz. Vagy éget volna a tűz a parasztpik neve mellett, de mostanában ugye Mix Saints neve mellett is. Mert ők pedig egy szintén 5-ös róval, egy sorral tudtak válaszolni. No, nézzük. Merre haladnak a srácok? Azt mondja, hogy 3-an ugye vannak miden, kiment egy füstüstödik apit is. Egyetlen Szekmidre, és NRV nyitott a Ronit, de közben Galater is hullott Jobbinak a köszönhetően. Ugye Szekmidre kifleseltek, és ott hullott el, úgyhogy gyorsan egy killcsere történt, és 4v4-ben folytatják a kört. Ketten vannak fönt NRB és Cody banánban, banánnak a már egészen a tetején, és most érkezik melléjük Bazsi is, ha minden igaz, nem ő még marad minden. És Balnia pedig felveszi éppen a bombát, 3 CT játékos, Longon, Shorten, illetve Sighton is, jött egy kis homokfüst. Krixemnek köztetően be is dobja egyből a molotovot, mert számítanak arra, hogy apiból talán érkezhet, és tartják is a Jobbi is, illetve Krix is apit. A longjátékos pedig bújik, de hát közben amúgy 4-en már fölálltak banánra, úgyhogy ez ismét egy B execute lesz. NRB, ja, NRB kereste a füstöt. Megy be a füst, érkezik a 3-as molotov is. CT teljesen dipen el van füstölve, de hát kidobják ugyanúgy a molotovot, amire amúgy számítanak. NRB és Cody is nagyon lovozódik, még tovább lovozódnak. És Cody-nak megvan végül is, hát ha nehezen is, nem első szándékból Tischler. Fulai Brave közben már itt van, és érkezik a rota. Az nagyon szép néd volt, Bazsi halt, ugye lovos volt már szegény. 3v3 van, a bomba pedig már le van téve, úgyhogy nézzük, hogy sikerül-e. Ketten felállnak új útra a ték. Megvan a Cody-nak az első, Jobbi esett. Na nézzük, hogy sikerül-e. Cody-nak megvan a második is. 2-1v1 alakul ki, Cody is hullott, NRB is. Na nézzük, hogy Balnia és Fulai Brave megpróbálja, hát kitje van. Végig szedi? És végig próbálta szedni, hát nem sok maradhatottam úgy neki, Balnia. Ugye fakes, vagy pros never fakes, fakes never pro, tehát pros never fake tartja a mondás, a prók sose fékelnek, hát nem fékelt Krix, úgyhogy majdnem meglettem úgy, de Balnia még időben kipikelt, és van teppel le tudta őt lőni, úgyhogy nem tudja még átvenni a vezetést egyelőre a Mix Saints, 6-5-tel folytatjuk a játékot a parasztpik javára, és az oldalukon 5 darab AK, míg az ellenkező oldalon most azért ekő van, ugye ezt mondtam is, hogy és hát belefut a molotovba Tischler, Death NRB is persze besegít, kimegy rögtön Krix-től egy moló apira. De mondjuk ez a nyitó kill, ez még nem jelenti azt, hogy megindulnak a gép felé. Sőt, apiban Galater érkezik amúgy, ez a Boilerből, és Bazsi is már közeledik minden. Ő Fulai Brave-nek megvan nagyon szép Dezi fejessel. Hát föl kell iratkozni a Tech Barát Twitch csatornájára, és kapod az értesítést, Warner. Ez általában így működik a legtöbb YouTubernél, de YouTube-ra is amúgy megy, tehát oda is, bár azt mondom, az most nem küldött. A YouTube néha küld, néha nem, mikor milyen napja van. No, és mondanám, aki esetleg utólag jött be, többek között Bornornak, hogy ezután pedig Zsombéknak az ESL... ESL? Jó lenne, ESL a mérkőzését fogom közvetíteni 8 órától, tehát itt bármi is legyen az eredmény, Bazi azt jósolta, hogy 2-0 lesz, és gyorsan vége lesz 8-ig. Napközben érkezik be a B támadás, ismételten Jobbi elhúzza NRB, de Cody trédel. És ott van még a Sighton füstben, Roni. Egyet el tudott húzni, Balnia bánta ezt. Felveszi a bombát, Galater és Splinter is, 2v2, minden kör eddig nagyon szoros. Érted, a legtöbb kör eddig, ha jól emlékszem, eléggé szoros volt. Fulai Brave beérkezett banánból és hullott Galater. Na nézzük, hogy Cody mit tud csinálni. Hát megy rá a füst, ketten fogják letartani. Pont jó helyre is ráadásul. És nem szívja, hogy egy sem, megvan az első, és a második megint nincs meg. Az 1v1, nagyon sok olyan kör van, ahol 1v1-ek, egyik illetve másik oldalra
döntik el a mérkőzést, illetve az aktuális állást, úgyhogy 6-6, fejfej mellett halad a két csapat. Nagyon-nagyon komoly. Bazsi szerintem túlságosan pesszimista volt, és vagy magukat írta le, vagy a mixéncet. Nem leírva őket persze, mert nem ismerem őket, de az eredmény alapján, tehát a játék alapján is amúgy szerintem nagyon szoros mérkőzést láthatunk, tehát semmi szégyenkezni valójában nincs a paraszt piknek. Mindenesetre ő úgy kommunikálta Bazsi, hogy gyorsan vége, gyorsan kikapnak majd, és lesz időm a zombiék meccsére. Na közben van egy AVP közben Bazsinál, sőt kettő Kodinál is van, még egy Molotovba ég NRV, de Kodinak közben megvan Tisler, általában azért kipussolja banát, illetve kipikkel. Na nézzük, Roni kidobott egy füstöt, hogy el tudjon menekülni. Nem, megpróbálja. Hűha, azt hallotta, hát NRV-nek a töltését hallotta Roni, egy füstöt megtúrja és hullik is. Boiler ki lett molózva. Na nézzük, 4v4-ben folytatódik a kör. Hűha, igen, és ezt is hallották, ellépte magát Balater. Kodinak megvan a második, Roni. Roni nem bírt magával és kipikelt, de Kodi letartotta őt, úgyhogy két vépésünk ott van rámpa aljánál. Elindulnak mitfelé a bomba, az még mondjuk mindig ott van tékező felé rámpa végében. És balni a falon keresztül és füstön keresztül szépen megtúrja Fula Ibrévet 4v2-ben. Na nézzük, egy szem A védő van, illetve B védő is. Nézzük, hogy Jobbi próbál-e majd valamit alkotni. Hát ahogy elnézem, már tolja is B-t. Galater pedig érkezik majd Apiból, és pú, micsoda timing a Krixnek végül is sikerült, tehát elhúzni a pont, akkor nézett el, de megvarul az info. Úgyhogy nem oda kéne tartani. Hűha, az igen, Krixnek megvan Kodi is, közben érkezik Jobbi, és Bazsit lövi le. Úgyhogy gyorsan egy 4v2-ből csinálnak egy 2v1-et. Hát ez hihetetlen. 25 másodperc van hátra. Krix ott van pitben, a bomba ugye sorton, és nem tudott vele elbánni, balnia. Úgyhogy átveszi a vezetést, 7-6 a Mix Saints javára. De azért tegyük azt hozzá, hogy azért a CT oldal szerintem is, illetve hát sokak szerint a könnyebbik oldal, ezen a pályán nem véletlenül kezdett ugye itt a Mix Saints csapata. Hét hatra vezetnek, úgyhogy szerintem azért a hat nyert kör már nem olyan rossz, hogyha még esetleg a következő hátralévő kettő körből, illetve kettőből be tudnak még egyet húzni a paraszt píkesek, akkor azért azt szerintem 7 vagy 8 körrel abszolút jó. Na nézzük, füstön keresztül megtolja a Galater. Érkezik a következő, Bazsinak viszont megvan. Jó időben jött a flash, Fulai is esik, és közben Jobbi is, úgyhogy gyorsan elhúzunk két fegyvert. Van most már egy M4-ünk, illetve egy AVP-nk, és közben a két B védő is elkezd rotálni, Trishler és Roni. De nagyon lovosak amúgy NRB és Kodi, érkezik balni a shortról, benn vannak már amúgy Saiton, és hát tudják, amúgy hát szerintem sejtik, hogy ott lehet Apiban a harmadik játékos, őt kifüstölték, úgyhogy kénytelen hátrébb menni. Na nézzük, Trishler ott van shorton, szekér mögött. Jú, és elhúz kettőt Kodi és Bazsi. Aj, megint 2v2, az nagyon szép fejes volt, Balniátor viszont trédel shortra, hullott Tisler, utolsó játékos pedig Apiból próbál érkezni Roni személyében. A bomba az most kerül le, és a füst az még nem fog kidelni, és nem tudja letenni a bombát, visszafut. Hát ezt még akár hallhatja is. Kifut egészen, longról fog kerülni? Lehet, hogy longról fog kerülni. Hát, és micsoda timing, mire kinéz Balnia? Bocsánat. Van még 30 másodperc, hogyha bombát szerintem azért még le tudja tenni. De hát most le kell tisztáznia ugye mind Apit is, mind pedig, és hát valószínű, hogy ebből már tudni fogja amúgy Balnia, hogy long felé mehetett ki, hogyha nem találkozott, vagy hát keringőznek folyamatosan, és most meg érkezik vissza. De ezt most már hallja. Ez hihetetlen. Na, le tudja tenni? Le tudja tenni! Meg lesz a plant, így van. Na nézzük, akkor érkezik a füst, jön egy flash. És nem, a füstön, ahogy píkelt kifele, a sétált kifele Balnia. Hát szép volt, az elképzelés jó volt, itt nagyon sokáig ment a keringő, úgyhogy nem sokon múlt. Amúgy ez a kör sem, és tényleg, mint ahogyan az eddigi köröknek a nagy része, 1v1-jel zárul, mindenki hullott, veszítik a fegyvereket, és megnézhetitek, hogy nincsenek igazából, oké, hogy 8-6-ra vezet a Mix Saints, de egyik oldalon sincsenek jó pénzek. Ugye most egy Echo körnek köszönhetően Bazsiék tudják venni, illetve a mixesek is, bár dobnak, famasz? Ez ott egy famasz, vagy ez egy missbuy volt? Pillanatra láttam, hogy egy famaszt is, nem. Ott van egy famasz, tehát eléggé vegyes. Van két VP is.
A másik oldalon pedig egy VP és 4 darab AK és full utility kell, úgyhogy utolsóként az nagyon kikirezó. Kodinak nagyon szép fejes nyitó Ronira, de egyből jön a trade. Farakás dobták a négyet és Tischlernek a négye végül is bevitte a kegyelem döfést. 4v4 alakult ki, 3-a jönnek B felé és Galater pedig ugye szokásos A lurk pozícióban, de ő meg el van püstölve minden, úgyhogy még egyelőre nem tud tovább menni. Érkezik a CT füst, és beragad mögé full AV-rév, illetve Tischler. Na, menni fog ki megint, mert... de Molotov most nincsen. Egy füst ment ki, hogy kicsit föltartsák, megkúrja a füstöt, majdnem. Eladja a pozícióját közben Tischler, és úgyhogy elfordulva visszafordulásban NRB-t, nagyon szép lövéssel amúgy hozzá kell tenni. De hát NRB-nek én szerintem ezt, na, és nagyon még sebzésem kapott, tehát ez mondjuk így. Ezért nagyon kár, na, viszont most már amúgy sebződött, és már 39 HP-n van, Fulai pedig bújik 6-osnál. Őha, kettőt is elhúz, mielőtt Galaternek sikerül, de Galaternek megvan a második is, úgyhogy megint 2v1. Hát gyanítom, hogy megint az lesz ebből, hogy esetleg egy kijött el tud húzni, lemegy a bomba, ha lekerül. Azért ne fegyedjük, hogy itt egy famasz van, tehát a famaszos talán még le tudja, de hát Jobbinál viszont ott van a... Nem, és Krix a famasszal. Jó nagy távolságból el tudta lőni Galatert, úgyhogy 9-6-tal fogunk fordulni. Hát ennél szorosabb volt, és ugye a legelején a csapatok azért... illetve a Parasztpik 5-0-val húzott el. Közben én áthúzom ide a radart a pillanat a képernyőnek erre az oldalára. Így. Egy kis szünet gondolom, hát most akkor nem tudok, hogy a replay-el miért van mindig problémám. Az OBS-nél itt folyamatosan vannak is súk, úgyhogy most a replayt hanyagoljuk. De amint indul a következő kör, most még ugye szünet van, szerintem ez így a két kör között egy ilyen 2 perc, ahogyan a Blaston is már láthattuk. És folytatódik is a kör. Ja, hát ott nem tünteti persze el. Miért is? Ja, mert rossz hádott. Jó, majd ezt mindjárt átírom. Következő kör kérésnél. Na, indul akkor a fordulás utáni első körünk. A T oldalon most a Mix Saints és a Paraszt Peak pedig CT-ben kezd. Érkezik is középre, illetve longra egy smoke, illetve jön egy flash, de csak az egyszerűen lurktől, Tischlertől. NRB fönt van apin. És közben négyen indulnak meg és találkoznak majd Galaterrel, illetve... Bazival rögtön esett is, Krix rögtön két fejes nyitóval kezd, és B-site egyből, hát még nem, mert a site maga üres, na, bálni, hogy válaszolni, megvan az első kill a CT oldalról, Krixet lőtte le, a bomba viszont már is kerül lefelé, és még mindig egy szem CT játékos van új úton, szia Laci, és közben érkezik a kettő maradék CT játékos is, NRB és Cody, Cody rögtön egy fejes, Jobbira osztja ki. Na, nézzük, Ronny és Tischler is Kodit, illetve NRB-t végzi ki Balniának. Jön még egy újabb fejes, na nézzük, megint 2v1, már a jó öreg 2v1. Uha, beugrik új útról, 8 HP, hát azt onnan így nem lehet, főleg egy Dezivel szemben. Ronny befejezi a kört 3-asról, és 10-6 ezzel a Mix Saintsnek. Ugye az első pisztolykört azt a Parasztik hozta el, a másodikat pedig a Mix Saints, úgyhogy ebben is eléggé szorosan állnak, bár egyedül az eredmény az, ami most egy kicsit kezd nyílni, úgyhogy vigyázniuk kell Bazsijéknak, hogy lőtávolon belül maradjanak a Mix Saints-esek. Ugye most Echo körről beszélünk a CT oldalon, tehát nem forszolták, úgyhogy egy darab Dezi van, illetve egy P250. Nagyon szép fejes Balniától, az a Dezi, az nagyon jól jött, Krix esett, közben longon megindulnak a terroristák, Tischler, Eusza, Bazsit, Fula Ibrét, Kodit, a pala alatt lévő játékosok is mind hullottak, és az egyszerűen B-védő, azaz Galater marad, banánból érkezik, a füst ugye most fédel, és a Fulai Brave pedig már megy is rá, le is sebzi őt, és be is fejezi a kört. Hát ez nagyon szép nyitóval indított Balni, aztán utána érkezett a mid támadás, illetve az átámadás, és bedarálták a T oldalnak az ekóját.
És akkor CT oldala most van vásárlása. Pénz rendesen, igaz, hogy egy famasz is befigyel, de 4-4 mellett. Érkeznek a füstök, a flashek, a molotov, ugye így most a ték, illetve egy beragadt tisler, beragadt fal mögé, mert ugye el vannak molózva a többiek. Fula ébrébb most készül, ez a mostának föl, akkor egy B-executhoz, ugye ketten vannak a CT-k közül. Galater kipikkel, kivájdol, de tislernek megvan. Érkezik a flash, nem sikerül Balniának, illetve a Trixnek sem, de abban étben valószínűleg nem fog halni, még el tudott menekülni. Kimolotovozzák ketten is, új utat. Hát a bomba az így most le fog kerülni. Teljesen kiszorultak a CT-k. Bazsi, illetve Balnia, és a másik két CT pedig amúgy érkezik, befrissenek fához, illetve farakáshoz. Na nézzük, hát egy szem banánvédővel, Jobbival fog neki találkozni, Kodinak megvan Jobbi. Nagyon szép. 3T viszont ott van Sighton. Balnia nagyon lovos, ő lesz az első, aki szerintem halni fog, így is van. Krix megöli őt. 3v3, na nézzük, hogy sikerül-e. Csipesz az mondjuk nincsen, úgyhogy igazából igyekezni kell. Bazsi nyitja az elsőt, ez a év. Meg megvan NRB Bazsinak, és ismét egy 1v1 alakul ki, de hát ez már nem lesz meg. Nincsen Csipesz, úgyhogy menekülni kell mindkét játékosnak. Fula Ibrév, illetve Bazsi fogja túlélni. Nem, Fula Ibrév nem élte túl. Úgyhogy hát ebből a szempontból mondjuk ez egy jó körnek mondható a körülményekhez képest. Annak ellenére, hogy 12-6, tehát most a 6 körrel vezet a Mix Saints. Viszont a bankot ugye így nem tudják építeni, tehát ahogy látjátok is, Tislennek van 4000 forintja, azaz dollárja, és a többieknek azért eléggé alacsony. Tehát még mindig nem tudtak ellépni pénzben nagyon Bazsiéktól, ugye ki volt mentve az M4, a többiek pedig nem vettek rá semmit, és érkezik is egy gyors B-támadás, kiérkezik egy flash, egy fust, ketten vannak, akkor Krixnek pedig megvan Kodi középen, Tisler pedig Galater szedi le B-n, és megint kiszorulnak a CT játékosok, Balnia itt van, és már mögé fog menni Tisler, érkezik is meg 10-zel, rögtön le is fejeli, és megy rá, megy tovább Bazsira, el fogja húzni az M4-et is, és ezzel megérkezik NRB, hát akinek fel kellett volna, hogy mentenie kellett volna azt az M4-et, de hát tök esélytelen volt 4v1-ben, ezt nagyon gyorsan kivitelezték a Mix Saints játékosai, úgyhogy 7 körrel vezetnek már. Hát ha valamikor, akkor igazából most kéne elkezdeni a felzárkózást, mert csak halkan mondom, hogy ha ez a kör esetleg nincs meg a Parasztpiknek 14-6, következőben még ha forcolnak is, vagy ha ekóznak, akkor az nagy esélye megvan a 15. köre is így a Mix Saintsnek. És onnan azért már egy kört igazából be tudnak bármikor húzni, még ha nem is azonnal. Na nézzük, érkeznek a molotovok ismét B-re, illetve a flashek is farakáshoz, illetve beugróba Ronnie, illetve Krix is beszorul. Egy kicsit sebződött Krix, de nem jelentős. Hát a Kodi és Bazsi már feles. Ugye ők minden kapták az áldást, és ketten amúgy a T-játékosok közül ott vannak Apiban, és hát lövik is amúgy rendesen a háznak a falát, tehát ezzel azért elárulta magát Fula Ibrév és Jobbi, de közben amúgy találnak, érkezik fel még egy flash, ott nem fog találni senkit. Balnia bekészült a füsttel, hogyha érkezne az execute, akkor gyorsan ki tudja őket füstölni, így is van, ki is dobta. De Roninak, Ronit ez nem érdekli, ő Balniát fejjel leszedi, közben Jobbinak meg van Kodi is, Galater tud válaszolni Roninak az ölésére, kettesről, de hát megvan az info, egy darab B-játékos maradott, ketten viszont mondjuk án, és nagyon megindulnak A felé a terroristák, nagy van V fog érkezni, egy flash pit fölé, Longot is teljesen kizárják így a CT játékosokat. Letisztázzák nagyon szépen Pitet, hát ott nincsenek. Sighton volt NRB-re, Jobbinak megvan. És füstben bújik amúgy Bazsi. Hát ez sem jött be. 4v1. Galaternek ezt mindenképpen... Hát én azt mondom, hogy mentenie kéne, hogyha ha még valamit szeretnének a következő körbe hozni. Menteni is fogja, exitre fog menni. De megvan Galaternek az első, úgyhogy az exit az valamennyire bejött, így most visszarohan amúgy B-site-ra. De hát ezt hallotta is amúgy Jobbi, és belevi a menekülő Galatert, úgyhogy hát igaz, hogy három, illetve két fegyverük bukod, de most már azért jó pénze van, és hát ugye utolsó kör, illetve bocsánat, nem utolsó kör, 15. győzelme lehet meg ebben a körben a Mix Saintsnek, úgy értettem. De most a következő, akár két körre is bőven lesz pénze a T oldalnak.
És érdekes rádióüzenetet hallhatunk a CTO oldalról. Na nézzük, hát továbbra is érkeznek Balni és Galater B-re. Full echo van. Úgy vannak vele, hogy akkor megpróbálják 15, Kodinak viszont megvan jobb B és full ébrév is esik. Két nagyon szép fejessel ráadásul, úgyhogy el is veszünk gyorsan két fegyvert. Na nézzük, és B-re próbálnak még indulni, ott meg azért két CT van, kiment a füst. Érkezik a molotov, most így nem tudják betolni. Az nagyon szép fejes, de nem volt fejes, de füstön keresztül Balniától megfúlt a füstöt és Krix esett. Közben Roninak meg van Galater. De ez így nagyon jó felállás, mert vannak mindjárt is a CT-k és ketten pedig a terroristák, a bomba mondjuk lekerül. Balniától nagyon lelogózódik, úgyhogy hát kérdés, hogy fogja túlélni. De van két fegyverünk is. Ha beszéltek többet számban, mert ilyen bazséget ismerem. Kodi közben költ a Fischlert, Roninak megvan a második is, és nem 2v1-ben már azért nem tudják, és Balnia túléli a kört, és nem lesz meg a 15. kör. NRB hatástalanítja Balnia és NRB. Ez nagyon szép két fejessel indult amúgy a kör. Ha jól emlékszem, Kodi és talán NRB volt, akik ugye elhúzták a két AK-t rögtön még a körnek az elején, úgyhogy ezzel igen nagyot húztak. Ugye egyik oldalon nyilván ez egy elég nagy veszteség, a másik oldalon pedig főleg a Dezik mellé egy hatalmas nagy segítség volt, és hozták is a kört, ugye 14-7. Hosszú idő után az első nyert köre a Paraszt Peaknek. Na nézzük, hogyan alakul a folytatás. Még azért van némi pénze, úgyhogy most tudtak fullosan vásárolni a terroristák is, ugye túloldalon is van amúgy teljes vásárlás, de a következő kör, hogyha úgy alakul, akkor az már bizony necces lesz egy bukó esetén. Kodinak rögtön belefutnak az első kill, megvan a másodikat, mert nem tudja elhúzni. Long el van füstölve és futnak be shorton. Bazsi próbált apiban lörkölni, de ezt lefülelte Jobbi. Ott a One Base Smoke. Jön ki Palaszból, és Jobbinak megvan NRB is, aki pitben próbálta tartani őt, de nem sikerült. Most meg itt van 4v2, pörögnek az események. Nem igazán állnak így föl, és várakoznak mondjuk 30 másodpercet a kör végéig. Krix leszedi Galatert, aki érkezett volna CT-ről, Balnia pedig egyedül marad. Ő pedig, hát megpróbálja füstöt megtúrni. Ez már azt jelenti, hogy már akkor rámennek. Nagyon szép fejes Balniától, Jobbi van meg. Hűha. Krixet mondjuk, hogyha eltalálta volna füstön keresztül, akár egy hittel, Dezivel, valahova a köldökéhez, abba is halt volna. Hát így viszont most megindul a vadászat, meg van a második is, full ébrév. Hát legalább fegyvereket tudunk így elvenni. De kérdés, hogy Krix így nem fog már meghalni. Túléli, pedig azért 12 HP, illetve 7 HP-ja volt. És azért tudjuk, hogy Infernón, ha overpasszig fut az ember kb, akkor nem sebződik. A bombarobbanása esetén, bármelyik szájtról legyen szó. Tehát elérkeztünk lehet, hogy az utolsó körhöz, ugyanis 15-7-re vezet a Mix Saint a Paraszt Peak ellen, és így most a parasztok, mondhatom ezt, a paraszték most vettek fullos vásárlást, ott van egy AVP Bazsinál szokás szerint, illetve 4 darab M4, a másik oldalon pedig azért egy P90 is, itt a 2 P90 is befigyelt, 2 AK meg egy AVP mellett, és nincsenek olyan jó jutik, mert azért eléggé sokat el tudtak húzni, úgyhogy az egész meccsre jellemző volt, hogy nem tudtak bankot építeni, és már indul közben a B execute, kirepültek a molotovok, úgyhogy most ez megakadályozza a terroristákat, hogy menjenek, de Tischler ettől függetlenül nyitja a kört Galaterre egy fejessel, és már benn vannak szájtan, és nem tudnak egyszerűen mit csinálni a CT-k. Balnia megint kiszorul, megint próbálják füstön keresztül lőni, a bomba már le van téve, és hát 5v4-ben kéne, úgyhogy Kodi már csak feles, igaz, hogy Tischler is nagyon lovos, illetve Jobbi is. Hát ezt mindenképpen meg kell próbálja most a Paraszt Peak, úgyhogy nincs idő arra, hogy illetve idő még valamennyi van, mert van 2 csipeszés Balnian, illetve NRB-nél. A Haroni közben leszedik Kodit AVP-vel, jön egy boost fölé, 3-ason esik közben Krix, rohannak be Sight-ra. Ez miért váltott így? Haló? Nem tudom, hogy ez miért váltott így el, de közben amúgy nyeri a kört 16-17-re, nem tudták tékelni a Sight-ot zsombiék? Nem zsombiék, majd ezután lesznek Bazsiék. Maradjak a szervelen, majd indul a kövi. Jó, rendben, Bazsitól érkezett közben az információ. Hát akkor maradunk a szervelen. Én meg közben akkor beállítok gyorsan itt egy parancsot, amit itt elfelejtettem. Egy pillanat. Kis türelmet kérek.
Ja igen, hogy ki kéne, hogy kapcsolja a hádot. És akkor ezt kopízzuk. Paste. Így, és akkor ezt pedig... Így. Nagyon jó. Akkor így most már fog működni. A replay továbbra sem. Érkezik a pályaváltás. Na nézzük, hogy... Ja, hát ezt már írta Bazsi, hogy mi lesz a következő. Ugye mi volt? Infi, Ancient és Mirage, ha jól emlékszem. Talán az lesz a Decider, hogyha eljutunk a Decider mapig. Na, kíváncsiak vagyunk. Nem is tudom, ez kinek a pikje volt. Vagy itt, nem tudom, hogy pontosan, hogy... Ja, overpass. Ja, bocsánat, overpass.